127 az aktuális nap, 127 az aktuális adat, 127 nap múlva lesz a világbajnokságnak az első versenynapja, a nyitónap. De már most, abban a pillanatban, amikor ünnepélyesen megnyitjuk majd ezt a kiállítást, már most kijelenthetjük majd, hogy az atlétikai világbajnokság megérkezett Budapestre. Néhány nappal ezelőtt nekem volt már szerencsém körbejárni, körbenézni, megcsodáltam a kiállított tárgyakat, és úgy mentem haza, hogy az volt az eszemben, hogy milyen jó lenne, hogyha a sok-sok magyar bajnok után mellett, a sok-sok magyar sportdiplomata után mellett a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság is kapna majd egy külön fejezetet, méghozzá egy díszes betűkkel írt fejezetet a sportág történelemkönyvében. Ez az álmunk, ezért dolgozunk, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokság az olyan legyen, ami erre még nem volt példa az elmúlt 40 évben. Az a jelző hangozzék majd el a világbajnokság 9 napja után, hogy ez volt minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága. Úgy gondolom, minden atléta érzi azt, hogy nagyon gyorsan el fog telni ez a közel 4,5 hónap. Biztos vagyok benne, hogy minden magyar atléta a lehető legtöbbet meg fog tenni azért, hogy egy sikeres világbajnokságot tudhassunk magunk mögött. Egy biztos, hogy akármi is legyen, ez a világbajnokság számunkra különleges lesz és felejthetetlen, hiszen most először családtagjaink, barátaink és a magyar szurkolók előtt versenyezhetünk. Végszóként pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon remélem, hogy a következő sporttörténeti kiállításon esetlegesen még több magyar relikviával szolgálhatunk. Reményeim szerint akár a budapesti világbajnokságon megszerzett érmekkel. Ha jól tudom, akkor viszont te most hoztál valamit, amit kölcsön adsz esetleg a kiállításnak? Igen, így van. Méghozzá a birminghami fedettpályás aranyérmet hoztam többek között el a kiállításra. Hát az olimpiai bronzérem után mindenféleképpen ez a legkedvesebb érem és emlék számomra ugye a most már közel 22 éves atlétikai karrierem során. Ez még az előző évezredből van, 1999-ből a Szevély világbajnoki ezüstérmemet hoztam el a kiállítás számára. Remélem, hogy minél több ilyen éremmel gazdagodunk, akár most is ezen a világbajnokságon, de a közeljövőben mindenképpen. Én, amiről beszéltél eseményről, a Ronda olimpián döntőben hoztam a kesztyümet, ami nagy emlék nekem, de én is hoztam érmeket, azok is lesznek majd kiállítva, elhoztam a két VB ezüstérmet, hozzáhoztam még a két bronzérmet is az Európa-bajnokságokról, úgyhogy hoztam jó pár dolgot. Ez egy olyan viselet, amit manapság már ritkán hordok, sőt inkább már valószínűleg másfél éve nem is volt a lábamon, hát nem egy hétköznapi és nem is egy kényelmes viselet, de annál gyorsabb. És ebben még inkább látszik, hogy mennyire kicsi a lábam, tehát nem szoktam mutogatni. Ez az a szöges cipő, amiben bronzérmet szereztem 2017-ben Londonban, és azóta is nagy becsben őrzöm, úgyhogy ezt szeretném itt ideiglenesen kimutatni, aztán ki tudja majd idővel, hova kerül. Én a dohai rajtszámomat hoztam neked, ez azért kedves, mert nyilván ez volt az első világbajnokság, ahol érmet nyertem, és hát ennek tudatában hoztam, hogy Budapesten hát, ha egy kicsit fényesebb érem sikerül majd.